Tavaly az enyhe január és február után rendkívül hideg következett. Március elején mínusz 17 fokot mérhettünk Szekszárdon, majd meleg, száraz és rendkívül csapadékos időszakok váltották egymást az év során. Már azt jósolták a mezőgazdasággal foglalkozók, hogy ez negatívan hat majd a napraforgóra, kukoricára, szőlőre, de végül nem így lett. Igaz ugyanakkor, hogy a későn betakarított búza csak takarmány minőségű lett, mondja Kővári László gazdálkodó. Úgy véli, a mostani enyhetél nem, a csapadék hiány azonban okozhat még fejtörést a gazdáknak. Még mindig nagy vízhiánnyal számolunk, ebből adódóan, hogy az október, november, december nagyon száraz volt, és már korábban is említettem, hogy ha ez a tél második felének a január, február, március hónapja csak átlagos lesz, azaz egy 40 mm körüli, akkor is 80-100 mm hiányzik a talajból, olyan szempontból, hogy megfelelő mélységig fel legyen töltődve. Hát ez sajnos előjelekben nem igazán jó. Kővári László azt mondja, a szőlő ültetmények jól tereltek, termékenyek, mert a hosszú őzben be tudtak érni. A levél természetes módon hullott, és nem a fagynak az eredményeként, és hát jó előjelekkel, és most már várjuk abból a szempontból jó időt, hogy a metszéseket el lehet, sőt el kell kezdeni, hogy időben addigra, amire már az egyéb műveletek jönnek, addigra meg tudjuk vetszeni a szőlőültetvényeinket. Az előrejelzések szerint a következő napok sem ígérnek hideget, marad a szokatlanul magas, 6-10 fokos meleg, és jelentős csapadék sem várható.